Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Nagybeteg fiúnak gyűjtenek, üdítőitalos kupakokkal segítenek a dombóvári Kalocsa Péternek. Székelykopjafát állítottak Kétyen, összefogással valósult meg az álom. Prostitúcióra kényszerítette a nőt, nehéz helyzetbe került áldozatát használta ki a kerítő. Ételt és adományt osztottak, a rászorulókon segítettek Dombóváron. Nagybeteg 19 éves fiatalnak gyűjtenek kupakokat Dombóváron. Ezeket a műanyag eszközöket ugyanis a hulladék feldolgozók átveszik. Kalocsa Péter kétféle súlyos rákkal is küzd, a gyógykezeléshez pedig rengeteg pénzre van szükség. A városban kihelyezett kupakgyűjtő szívből befolyó összeggel a család ezeket a kiadásokat finanszírozza. Kalocsa Péter még csak 19 éves, de már rengeteg megpróbáltatáson van túl. Tavaly diagnosztizáltak nála egy ritka ráktípust, aminek következtében a nyirokselytjei folyamatosan túlszaporodnak, ráadásul leukémiával is küzd. A fiú nem érintkezhet a külvilággal, ezért csak a szüleitől kapott fotókon tudjuk őt megmutatni. Betegsége kizárólag kemoterápiával gyógyítható, melyhez kiegészítésként alternatív gyógymódokat is igénybe vesznek. 80 kemoterápiás infúziós kezelésen van túl. Jelen pillanatban háromféle kemoterápiás tablettát szed, ami ugye nagyon megviseli neki a szervezetét. Az, amit okoz neki az infúziós kezelés kemoterápia gyanánt mellékhatásként, az működik neki most ugye a tablettánál is sajnos. Az elmúlt időszakban rengeteg támogatást kapott a család, de a fiatal férfi küzdelme még nem ért véget, így a segítségre a továbbiakban is szüksége van, hogy a gyógyszereit finanszírozni tudják. Dombóváron most kupakgyűjtő szívvel próbálnak segíteni. Az üdítőitalos kupakokat ugyanis a hulladékfeldolgozók átveszik. Egy kilót nagyjából 60 forintért, tehát több tonnára van szükség a valódi segítséghez. Péter édesanyja azt mondja, még így is nagyon örülnek a támogatásnak. Nagyon sokan megkeresnek, akár házhoz is hozzák nekem, nagyon sok falu, város támogat minket, nem csak Dombóvár ezzel a szívvel, hanem más falvakban is. A kupakgyűjtésen kívül a család szívesen fogad bármilyen más pénzfelajánlást is, amivel Péter gyógyítását tudják finanszírozni. Az elmúlt három napban 21.219 új koronavírus megbetegedést igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.348.233 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 270, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 40.507 főre emelkedett. 2630 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 228-an vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.319.000-en kaptak. Tolna megyében 376 új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt hétvégén, ezzel a járvány kezdete óta 28.262-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. A kamatstopnak köszönhetően 30 milliárd forint marad a magyar családoknál, mondta a Varga Mihály pénzügyminiszter vasárnap a Facebook oldalára feltöltött videójában. Kiemelte, a kormány azon dolgozik, hogy megvédje a magyar családokat a világban zajló áremelkedési folyamatoktól. A világpiaci energiaárak ugrásszerű emelkedése ellen véd a rezsicsökkentés politikája, emiatt rögzítették az üzemanyagárakat. Az infláció azonban elérte a banki kamatokat is, ezek emelkedése miatt egy átlagos, változó kamatozású lakossági jelzáloghitel havi törlesztő részlete akár 23%-kal, 11.000 forinttal is emelkedhet. Ettől a többletkiadástól védik meg a családokat azzal, hogy az idei első fél évre ezekre a hitelekre lakossági kamatstoppot vezettek be, és a tavaly október 27-i szinten rögzítették azokat. A nyilvántartások szerint közel 500 000 család élhet majd ezzel a lehetőséggel, akik összesen 30 milliárd forinttal fizetnek kevesebbet a kamatstopp révén. 2022-ben is azért dolgozunk, hogy visszaszorítsuk a járványt, a családokat megvédjük a járvány gazdasági hatásaitól, és megőrizzük a magyar gazdaság újraindításában elért lépéselőnyt. A Kétyi Székely Hagyományőrző Egyesület nagy álma teljesült a hétvégén. Széles összefogás eredményeként kopjafát állítottak a már meglévő székelykapu mellé.
A jövőben ez adhat helyszínt majd a bukovinai székelyek évfordulóinak megemlékezéséhez, valamint a településen áthaladóknak is jelzi, hogy Kéty egy igazi székelyfalu. Az avató ünnepségen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is részt vett. Az idén már 77 esztendeje lesz, hogy a Bácskából elmenekülve a Dél-Dunántúlon leltek végleges otthonra a bukovinai székelyek, többek között Kétyen, ahol a helyi székelyhagyományőrző egyesületnek nagy álma vált valóra. Nincs módunkban kitérni a hűség elől. Tamási Áron ezen gondolataival jellemezte Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, a település egyesületét. Kétyi bukovinai székelyek is hasonlóképpen gondolkoznak. Ez a kopjafa hirdeti itt azt, hogy megtartották a székely múltjukat, hagyományaikat, ragaszkodnak hozzá, és ezt szeretnék továbbadni a következő generációknak is. A kopjafa széleskörű összefogás keretében kerülhetett a településre. A fa anyagot a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége ajánlotta fel, a hadikfalvi motívumokat a kisdorogi Jakab Róbert faragta, a betonozásban Erős Boldizsár vállalt szerepet, a területet pedig Gödrei Zoltán, Kéty polgármestere biztosította. A kopjafát Serbán Valentin plébános áldotta meg. Nem csak Kétyen jellemző ez, hanem gyakorlatilag minden bukovinai székelyek által lakott településen itt a völgységben hasonló kopjafákat, kereszteket, székelykapukat állítottunk az elmúlt néhány évtizedben, ezzel is megerősítve ennek a tájnak most már a székely arculatát is. Kéty polgármestere büszke a székely egyesületre, akik minden ügyben aktívak, segítőkészek és hozzáadnak a település értékéhez. A kopjafa felállításának helyeként több ötlet is felvetődött a megbeszélések alkalmával. A hagyományőrző egyesület elméletileg nem ide tervezte, de ugye ezt, tehát egy ilyen emlékművet, ezt azért valahol reflektor, frekventált helyre kell tenni, hogy mindenki lássa. Találhattunk volna neki helyet itt a II. Világháborús emlékműnél is, akár a temetőbe is, vagy bárhol, de én azt gondolom, hogy amit most találtunk neki, ez szerintem a legjobb. Ezentúl ez a kopjafa jelzi a településen áthaladóknak, hogy Kéty egy igazi székelyfalu. Tudomásul kell venni azt, hogy az Omikron ellen a 3 oltás abszolút megvéd attól, hogy súlyos állapotba, netán intenzív osztályra vagy lélegeztetőgépre kerüljünk, jelentette ki a Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvosa. Szlávik János kifejtette, Magyarországon az intenzív osztályokon döntő többségében oltatlanok fekszenek. A 4. oltásról azt mondta, már zajlik a kidolgozása annak, hogy pontosan kiknek javasolják, de ahol már bevezették, ott elsősorban a 60 éven felülieknek, a krónikus betegeknek, a daganatos betegeknek és az immunhiányosoknak adják. Elmondta, a koronavírus Omikron variánsa több embert képes megfertőzni, de az eddigi tapasztalatok szerint enyhébb tünetekkel jár a betegség. Az Omikron elsősorban felső légúti panaszokat okoz, krákogással, torokfájással, náthával és ízületi fájdalommal jár a fertőzés, míg a tüdőt kevésbé terheli. Nehéz helyzetbe került fiatal nőt használt ki hónapokon keresztül egy döbrökközi férfi. Prostitúcióra kényszerítette, a kapott pénz jelentős részét pedig elvette tőle. Végül maga az áldozat tett feljelentést, az ügyben most született ítélet. A fiatal nő elveszítette a házát, ezért kényszerült arra, hogy beköltözzön a későbbi futtatója egy melléképületébe. Ott bonyolította le az együttléteket is. A férfi 2 előfizetéses telefont adott neki ehhez, és beregisztrálta az egyik online alkalmi partnerkereső oldalra. A nőnek 2018 és 2019 között rengeteg kuncsaftja volt, alkalmanként nem ritkán 40 000 forintot kapott, de a pénz nagy részét elvették tőle. Végül ő maga tett feljelentést. A vádlottnak üzletszerűen elkövetett kerítés miatt kellett felelnie. A bíróság súlyosító körülményként értékelte azt, hogy a vádlott többször volt már büntetve, jelenleg is más ügy miatt jogerős szabadságvesztés büntetését tölti, továbbá rendszeres vagyoni haszonszerzés véget folytatólagosan követte el a bűncselekményt, a tett sérelmére, aki egyébként gyenge személyiség, kicsit éretlen személyiség is, és ezt kihasználva követte el a vádlott sérelmére a bűncselekményt. A kerítőnek most évekre börtönbe kell vonulnia, a bíró ugyanis így döntött.
A bűncselekmény 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztése fenyegetett, a középmérték 5 év lenne, a bíróság 2,5 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte a vádlottat, és 3 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Az ítélet egyelőre nem emelkedett jogerőre, mert a kerítéssel vádolt férfi fellebbezett. A NAV Tolna megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai 2022. január 17-e és 21-e között a megye több településén végeznek ellenőrzéseket az élelmiszerüzletekben. A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. Várhatóan Tolnán, Bonyhádon, Szekszárdon, Dombóváron és Pakson számíthatnak a héten az ellenőrökre. A közzétett adatok azonban nem zárják ki azt sem, hogy máshol is megjelenjenek a NAV revizorjai. 2022-ben is babacsomagot kapnak Pakson az újszülött gyermekek. Pelenka, rugdalózó, pizsama és alvóka is helyet kap az ajándékdobozokban. A babacsomagra nem kell külön jelentkezni, minden csöpség automatikusan megkapja. Isten hozott Pakson, ez a felirat köszöntötte a csecsemőket és szüleiket a városvezetés és a Paks.pont által összeállított ajándékdobozon. A babacsomagokat még 2020 decemberében mutatta be Szabó Péter polgármester és Galazek Viktória irodavezető. Logóval ellátott póló vagy sapka, meleg téli ruha vagy akár kispárna is kerülhetett akkora csomagba. Az ötletgazda, turisztikai irodavezetője a bemutatón arról beszélt, hogy ez a csomag egy életre szóló ajándék. Nagyon hálás feladat volt ezt elkészíteni, erre készülni, ötletelni és kivitelezni, hiszen ez mindenki számára, számunkra is egy nagyon nagy lépés, és egy életre szóló ajándék lehet, hiszen ezt reméljük, hogy nem felejtik el az édesanyák, az édesapák, illetve azok a babák, akik ezekből majd részesülnek és városunkba születnek. Babazászló került 2020. szeptemberében a paksi polgármesteri hivatal épületére, jelezve, hogy a város vezetés számára fontosak az újszülöttek. Az akció célja az volt, hogy az önkormányzat megünnepelje a gyermekek érkezését és támogassa a gyermekvállalást. Ezt a kezdeményezést erősíti, hogy Paksváros önkormányzata és a Paks.pont 2022-ben is babacsomagot ad ajándékba minden újszülöttnek. Nagyon jók voltak a visszajelzések ez eddigi időszakban is, az elmúlt hónapokban, az elmúlt évben, mind a kismamák részéről, mind a védőnök részéről, és ezen visszajelzések alapján egy kicsit azért változtattunk a babacsomag tartalmán, összetételén. Szeretnénk, hogyha minél inkább azt kapnák ugye a kismamák is, amit szeretnének, meg amire szükségük van. Rugdalózó vagy pizsama ismét lesz a 2022-es babacsomagban, akár csak polgármesteri üdvözlőkártya, amin a kisgyermekeknek járó támogatásokról is lehet tájékozódni. Vásárlási utalványt és textilpelenkát is találnak majd benne a szülők a város logójával. Ami igazából változott, az alapvetően az, hogy a babacsomagba került az úgynevezett nyonyóka vagy alvóka. Erről azt kell tudni, hogy ugye ezt a kisbaba tudja állandóan piszkálni, birizgálni, hozzá tud bújni ez a nyonyókához. Ez szintén bababarát anyagok felhasználásával készült, kézzel készült, helyi termékről van szó. Itt szeretném kiemelni a helyi termék kifejezést, hiszen nagyon nagy figyelmet fordítunk arra, hogy helyi termékeket tudjunk ebbe a babacsomagba elhelyezni, ezzel is támogatva a helyi termelőket. A babacsomagért külön kérelmet nem kell benyújtani, a védőnők segítségével Paksváros önkormányzata automatikusan eljuttatja az ajándékot a családoknak. Két személyi sérüléssel járó baleset történt az elmúlt hétvégén Tolna megye útjain. Az egyik vasárnap délután az 55-ös főúton történt. Az autó egy hirtelen manőver miatt megcsúszott, majd az úttest melletti szántóföldön állt meg. Aznap este a 6535-ös úton a nedves úttesten szintén megcsúszott egy gépjármű, áttért a baloldali forgalmi sávba, az útpatkára sodródott, majd egy fának csapódott, és azt kitörve a szántóföldön állt meg. A baleset során mindkét sofőr könnyebben sérült. 150 adag melegételt készített és osztott ki rászorulóknak, időseknek, kisnyugdíjasoknak, nagycsaládosoknak Dunaföldváron a Máltai Ház udvarán, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportja. A Caritas tevékenységben a Dunaújvárosi Női Vízilabda csapat személyesen is segítette az önkéntesek munkáját. Ruhaneműk, játékok is új gazdára találtak ezen a napon.
Adagolják a meleg ételt az önkéntesek, folynak az előkészületek Dunaföldváron a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat Templom utcai udvarán. Hatalmas bográcsban készült a pörkölt, hozzá főtt krumplit és friss kenyeret kaptak az érkezők. Amikor megnyílt a kapu, sietős léptekkel özönlöttek a rászorulók és kezdték válogatni a ruhaneműt. Mi ellátotti ügyfélkörünkbe tartozó szegények, rászorulók, idősek, de nagyon sok kisgyermekes család is jött, ugye a tanodában sok kisgyermeket látunk el, vagyunk velük kapcsolatban, illetve vagy pedig hát az önkormányzat segít nekünk abban, hogy kik azok a rászorulók, akiket célszerű lenne egy-egy ilyen akcióval elérnünk. Itt vagyunk a nap végén körülbelül. Azt hiszem, hogy sikeres volt, tehát durván 150 adag ételt készítettünk, akik nem tudnak mozogni, azoknak elvittük házhoz, rászorulóknak meg elég sokan bejöttek. Sütik a kolbászt is a Málta házban, nem kis mennyiségben, hisz sokan rászoruló, idős, kis nyugdíjas, nagy családos. Kis pénzből élünk, ilyesmi, tehát kisebb ruha, egy étel, egy bármi ilyesmi, és nagyon szívesen elfogadja a kis szűk családunk, amit nagyon szépen köszönünk. Ugye már, hát ahogy tudok, tehát ahogy alakul munka, tehát úgy dolgozom. Az ételosztásban a Dunaújvárosi Női Vízilabda csapat személyesen segítette az önkéntesek munkáját, de ők maguk is hoztak adományt. Nagyon sok rászoruló van a környezetünkben, és hogyha tudunk, akkor szeretnénk, és próbálunk is mindig visszaadni. Most már megbeszéltük, hogy a következő akció tartós élelmiszergyűjtés lesz húsvét előtt, úgyhogy abba is beleállunk. Játékkal és édességgel a kezükben örömmel távoztak a gyerekek is a Dunaföldvári Máltaház udvaráról. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Súlyos esetekhez riasztották a tűzoltókat, mentettek a belvárosban és a Mecseken is. Farsangoltak a babák és szüleik. Programokkal erősítik a közösséget Pécsbányán. Versenyeztek a fogyatékkal élő tanulók, asztali teniszben mérték össze tudásukat Siklóson. Két súlyos esethez is vonulniuk kellett a tűzoltóknak Pécsen csütörtökön, adták hírül a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság oldalán. A belvárosban egy gázüzemű fűtőberendezés okozott veszélyt, amit el kellett hárítaniuk, a másik esetben pedig egy szerencsétlenül járt túrázót kellett kimenteni egy szakadékból a Mecseken. Itt a pécsi József Attila utcában akadt dolga a katasztrófavédőknek csütörtök délelőtt. Gázömlés miatt riasztották őket. Egy családi ház gázkonvektorának kivezető nyílásából gázömlik az utcára. A pécsi hivatásos tűzoltók, illetve a Baranya megyei katasztrófavédelmi szolgálat méréseket végzett az utcán, azt elzárta a gyalogos forgalom elől. A házba jutva újabb méréseket végeztek, megállapították, hogy a gázszivárgás oka egy elromlott gázkonvektor volt. Ezt a fotót készítették a helyszínen a tűzoltók. Ez pedig már egy másik helyszín, a pécsi Munkád út környéke a Mecsek oldalon. Itt egy túrázó zuhant le 15 méter magasból, erről szólt a hír. A mentőszolgálat, illetve a rendőrség kérte a tűzoltók segítségét egy 15 méter zuhant személy mentésében. A pécsi hivatásos tűzoltóknak alpin technikai, kötéltechnikai eszközeik is vannak, így a sérültet úgynevezett mentőbort segítségével mentették, és átadták a mentőszolgálat munkatársainak. Ezt a képet készítették az eset helyszínén. A balesetet szenvedett középkorú férfi, mint kiderült, nem szabad esésben zuhant 15 métert, hanem inkább lecsúszott, lebukfencezett egy ilyen omladékos hegyoldalon. Ő maga értesítette mobilján a mentőket, hogy baj érte. Információink szerint súlyos sérüléseket szenvedett. Jelmezbe öltöztetett kisgyermekek, zenés, verses műsor nekik és szüleiknek. Így nézett ki az a farsangi mulatság, amit a legkisebb korosztálynak szerveztek Pécsbányán. A helyi közösségi ház várta a környék fiatal családjait péntek délelőtt. A program szervező azt mondta, újra erősíteni szeretnék a település részközösségi életét, hiszen ez a szerepük a Covid miatt háttérbe szorult az elmúlt két évben. Varázsló jelmezbe öltöztették szülei ezt a kisfiút, testvére Mihecskének öltözött. A legkisebbeknek tartottak zenés, verses, farsangi délelőttöt a Pécsbányai Közösségi Házban pénteken. Én nagyon örülök ennek a foglalkozásnak. Nagyon jó, hogy van, mert a gyerekekkel tudunk jönni, lefoglalja őket, és egyébként
nagyon jó megmozgatja a gyerekeket. Én szerintem fogok jönni megint, ha nem én, akkor a párommal mindenképp, mert a gyerekek nagyon örültek neki. Úgyhogy én mindenképp örülök neki, hogy van ez, és köszönjük mindenkinek, aki ezt megszervezte. Mondta ez az édesapa. A környékbeli kisgyerekes családokat várták a babamama farsangra a közösségi ház szervezésében. A Pécsi Ifjúságért Egyesület kért föl minket, a Pécs Bányai Kulturális Egyesületet és a közösségi házat, hogy vegyünk részt a TOP maradvány pénzeit takaró, Pécs-Kelet szociális rehabilitációját érintő folyamatban. Mi ennek nagyon örültünk, hiszen ennek valóban a középpontjában a közösségépítés van elsősorban. A szakmai vezető elmondta, hogy az utóbbi két évben a Covid-járvány miatt a legtöbb program elmaradt. Ezért most, amíg lehet, hasonló eseményeket szerveznek, hogy újra élettel telje meg a kulturális intézmény, így erősítve a helyi közösséget is. Sétálunk, sétálunk, egy kis dombról lecsücsünk. A pandémia miatt elmaradtak a fogyatékkal élők Baranya megyei Sportszövetsége szabadidős rendezvényei, valamint a darts kupa. Az országos és a megyei szövetség arra törekszik, hogy a versenynaptárban szereplő diákolimpiai eseményeket meg tudja tartani. Az első rendezvény az asztali tenisz megyei forduló volt Siklóson, amelyre 4 intézmény tanulói érkeztek. Tanulásban akadályozott, valamint értelmileg akadályozott diákok és egy hallássérült tanuló vett részt a fogyatékkal élők asztali tenisz diákolimpiájának baranyai fordulóján. A mohácsi testvérpár András és Katalin nagyon boldog, hiszen mindketten bejutottak az országos döntőbe. Nagyon jó, és a felkészítésem, a Gyurivá, meg a másik talán úr, ő mondta, hogy hogyan csináljam, és úgy tudta megnyerni. És a tesóm, ugyanúgy ők készítettek föl, és kicsit beszélgettem, hogy odafigyeljen, átadja, mert úgyis a másik veszhetni fog. Nekem nagyon jó volt ez. Hát most elsőnek izgultam, hogy megnyerem vagy nem. És első helyzet, és megnyertem, és Budapestre megyünk. A házigazda a siklósi Szent Imre katolikus iskolában 18-20 fogyatékkal élő gyerek tanul. Testnevelőjük, aki egyben a fogyatékkal élők Baranya megyei sportszövetségének alelnöke is, lelkesen szervezi a csapatokat, bármilyen sportágról legyen is szó. Tanulásban akadályozottak vannak körülbelül 15-en, ők nincsenek integrálva, szegregált oktatás folyik, illetve vannak hallássérült gyermekek, mozgássérült gyermekek, ők integráltan tanulnak a különböző osztályokban. A baranyai döntőre a házigazda siklósiakon kívül Mohácsról, Pécsről és Komlóról érkeztek tanulók. A FODISZ igyekszik minden rendezvényt megtartani, hiszen a tanulásban akadályozott, valamint az értelmileg akadályozott gyerekek nagy részének a sport az egyetlen, ahol sikerélmény érheti őket. A szabadidős rendezvényeink voltak decemberben, amiket lefújtunk, és nem rendeztünk meg egy túrát és egy a Mikulás Kupa darts versenyt. Ezen kívül a többi azt meg tudtuk oldani, meg tudtuk csinálni még előtte, és jelen pillanatban mind az Országos Szövetség, mi is úgy vagyunk, hogy mindent szeretnénk megcsinálni, ami a versenynaptárunkban szerepel. Ez volt az első verseny. Az asztali tenisz országos döntő február 15-én Budapesten lesz. Végül nézzük Főbb-Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Nagybeteg fiúnak gyűjtenek, üdítőitalos kupakokkal segítenek a dombóvári Kalocsa Péternek. Székely kopjafát állítottak Kétyen, összefogással valósult meg az álom. Prostitúcióra kényszerítette a nőt, nehéz helyzetbe került áldozatát használta ki a kerítő. Ételt és adományt osztottak, a rászorulókon segítettek Dombóváron. Kedden tovább mérséklődik a szél, de még így is élénk, olykor erős lökésekre lehet számítani. Eloszlik a felhőzet, és döntően derült, illetve gyengén felhős, fátyolfelhős idő lesz jellemző. Csökken a nappali hőmérséklet, éjszaka legyengül a légmozgás, csillagfényes, fagyos idő várható.
Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is keressék műsorainkat, illetve kövessenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!